Köszöntöm ma is vendégemet itt a Kívánságpiacban, Komonyi Zsuzsit, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Annak ellenére, hogy tudtad, hogy ez azért nagyon korán reggel indul. Hogy állsz ezzel a korai keléssel mostanság? Én már nagyon megszoktam, úgyhogy nem okozott egyáltalán gondot felkelni. Ugye a kisfiam engem tréningel ebben, úgyhogy tulajdonképpen bármikor fel tudok kelni egy ilyen gyorsan. Igen, közben, hogy feltettem a kérdést, akkor már aztán eszembe jutott, hogy bőven van feladat, és egy a korai kelésből sincsen hiány, úgyhogy akkor most edzett vagy ezen a téren. Abszolút edzett, bár szeretnék lustálkodni, és ezt mindig megpróbálom a 6 hónapos kisfiammal megbeszélni, hogy ugyan még aludjon egy kicsikét, de hát ő neki, ha elkezdődik a nap, akkor elkezdődik, úgyhogy ehhez én alkalmazkodom. Korán reggel van, bár az árusoktól megtudtuk, hogy ők még korábban keltek, még nálunk is. És hát lassan úgy látom, hogy gyülekeznek is, nem csak az árusok, hanem ugye szép lassan érkeznek a vásárlók. Mi pedig azt gondolom, hogy le kellene, hogy menjünk le a vásártérre, és csináljunk valami nagyon jó kis hangulatot, de előtte akkor szóljon egy dal, mi lenne az? Hát én arra gondoltam, hogy én tőled szeretnék egy dalt meghallgatni, mert hát egyrészt nagyon szeretem a hangodat, szeretem a dalaidat, és hát induljon így a nap. Nagyon kedves tőled, legyen az köszönöm. A Szászár Rózsa. Ezt szeretném meghallgatni. Elénekeled nekem? Természetesen. Egy saját szerzemény következik most, ami csak a hölgyeknek szól. Szászár Rózsa.